Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták itt az elmúlt napokban. Ebben a beszélgetésben egy kicsit visszatekintünk a 2018-as esztendő történéseire, értékeljük az évet, és hát előre is tekintünk 2019-re. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk a városról és a város 2018-as esztendejéről. Mozgalmas volt ez az esztendő, volt választás, számos fejlesztés és egyéb eredmények történtek. Legyük akkor sorra, hogyan indult az év Székesfehérváron 2018-ban. Valóban nagyon gyorsan elszaladt az esztendő, azt hiszem, hogy szinte tényleg az ember úgy emlékszik vissza mondjuk egy évvel ezelőtti történetekre, mintha tegnap történt volna, pedig közben tényleg eltelt egy esztendő. Hát az éveleje mondhatnánk, hogy hagyományosnak indult, hiszen a szerencsehozó lencsével indítottunk, aminek mindig az a célja, hogy egy kicsit a város közösségének is tudjunk boldog, békés új esztendőt kívánni. És ami miatt ezt kiemelem, hogy úgy érzem az egész esztendőt nézve, hogy összességében ez a szerencse, ez végig kísérte a várost, hiszen az év elején elfogadott költségvetésbe rekord összegű fejlesztés tudtunk megvalósítani, vagy tudtunk eldönteni, elhatározni, illetve emellett pedig azt gondolom, hogy a város üzemeltetés feladatairól is jutott annyi forrás, amennyire szükség volt, és így, amikor februárban a költségvetést elfogadtuk, akkor azt tudtuk mondani, hogy ez egy biztonságos, az üzemeltetés tekintetében is stabil és számos fejlesztést megvalósítani képes költségvetés lesz, és ezáltal az esztendő is ilyen lesz, és úgy gondolom vissza, gondolva az évre, hogy ez meg is történt, hiszen nem volt olyan városrész Székesfehérváron, ahol ne történt volna valamilyen fejlesztés, akár az intézmények fejlesztése, felújítása tekintetében, akár üzemeltetési vonatkozásban, akár a közlekedésnek a tekintetében, hiszen a járda, parkolók, utak újultak, megépültek ki, és hát ezt az év elején kell mindig eldönteni, hiszen a költségvetést azt január-február fordulóján, február elején fogadja el a város. Hogyha már a hagyományokat említette, és visszagondolok a januárra, meg a mintha tegnap történt volna megjegyzésre, akkor mondjuk a jótékonysági esti is egy ilyen pont lehet az évben, és hát nemrégiben itt már láthattuk a folytatást, hiszen a hagyományos adventi jótékonysági futás már egy kicsit felvezeti a 2019-es célokat is. A jótékonysági esti is egy ilyen hagyomány. Szép hagyomány, igen, köszönhetően ugye Miklós Erikának, aki annak idén bizott a városban, és elvállalta gyakorlatilag a kulturális nagyköveti címét ennek a rendezvénynek, illetve a háziasszonyi feladatokat látja el, és azt hiszem, hogy ennek is köszönhető, hogy ebből ilyen szép hagyomány tudott kialakulni, és igen, egy kicsit keretbe is foglalja ez az évet, hiszen január első vagy második szombatán megtörténik az esté, és aztán pedig az év végén, az adventi időszak legelején, az első adventi hétvégén pedig a jótékonysági futás, ami egyébként egyben már elindítja a következő évet is, hiszen ott már arra a célra gyűjtünk, amire majd az esté is egyébként januárban gyűjteni fog, ugye ez ebben az esztendőben a Frim Jakab képességfejlesztő intézmény volt, amelyik azt hiszem, hogy nagyon fontos intézménye a városnak, nagyon fontos feladatokat lát el, nem is könnyű az a feladatrendszer, amit az ottani szakemberek ellátnak, de hát egy nagyon-nagyon kis lelkes, kedves csapatot mindenki, és öröm volt nekik segíteni. Élményt szerettünk volna adni, ez volt a fontos üzenet ebben az esztendőben, és ez lesz egyébként a következő évben is, amikor ugye a nagycsaládosok támogatása, illetve a családsegítő központ támogatása az a cél, amire gyűjtünk. Így volt ez az adventi futásnál, és így lesz majd januárban az estéjen is. És mindenhol alapvetően az a cél, ami általában is jellemző, legalábbis reményeink szerint a város fejlesztési irányait, hogy közösséget próbáljunk építeni, és ebben a közösségben fontosak a kicsi csapatok is, egy-egy intézménynek az a kis belső közössége, ami aztán ki is lép sok esetben az intézmény falai közül, és őket segíteni, őket támogatni, és különösen a gyerekeket, a fiatalokat, különösen az arra rászorulókat pedig élményhez juttatni, tehát olyan helyekre juttatni, ahova egyébként enélkül nem juthatnának el. Nem a napi működési kérdésekre fordítani ezeket az összegeket, hiszen azok azt gondolom, hogy ez is stabilan az állam, vagy az önkormányzat, vagy a civil szektor által egyébként biztosítottak, hanem valami pluszt adni, ami neki az ő életüket teszi kicsit szebbé, mosolygósabbá, hogyha nagyon
nagyon röviden össze szeretném foglalni, és úgy érzem, hogy ez sikerült a Frím Jakab esetében is, és látva az adventi jótékonysági futásnak a sikerét idejében, így lesz, azt gondolom, hogy a következő esztendőben is. Az is egy fontos, hogy mondjuk az adventi jótékonysági futás által közösség olyan tagjai is bekapcsolódhatnak és segíthetik, támogathatják ezt a célt, akik mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy egy cég felső vezetői közé tartoznak, és nem biztos, hogy mondjuk egy jótékonysági estén részt tudnak venni. Pontosan így van. Ez is volt annak idején az a szándék, amiben összekapcsoltuk a kettőt. Ugye a Fehérvár estére már önmagában, aki a jegyet megvásárolja, ami egyébként egy 40 ezer forintos jegy, tehát nem olcsó, az nem a vacsora a jegyét vásárolja ezzel meg, mert ennek a töredéke az, ami ott este elköltésre kerül, hanem ennek már a nagy része az önmagában annak a jótékonysági célnak a támogatása, ami az adott esztendőben kitűzésre kerül. Ezzel már önmagában egy nagy támogatást ad, de ott a boráveréssel, a szponzorációs támogatásokkal nyilván egy nagyon komoly nagyságrendű, sok-sok millió forintos támogatást lehet összegyűjteni. Ehhez egyébként a város például idén hozzátett egy kis busznak a vásárlását a Frím Jakab mellé, tehát ez a kettő együtt bőven meghaladta már a 10 millió forintos támogatást, de szerettük volna megnyitni azoknak is a támogatási lehetőséget, akiknek nincs lehetőségük ilyen értékben mondjuk jegyet váltani az estére, de kiállnának azon cél támogatása mellett, ami kitűzésre került, és erre szerintem nagyon jó alkalom a jótékonysági futás. Most is több százan voltak, és kicsiktől a nagyokig hozzá tudtak járulni ebben az évben már az új célhoz, a nagycsaládosok és egyáltalán a családsegítő támogatásán keresztül rászoruló családok számára, és szintén ugyanúgy élményt elhozó programokban a támogatásához hozzájárulni, amik majd 2019-ben következni fognak. Úgyhogy igen, kifejezetten ez volt a cél, hogy minél tágabb legyen az a kör, aki ha segíteni szeretne, akkor a maga módján, a maga lehetőségei adta keretek között, de ezt meg is tudja tenni. Közösségekről beszéltünk, sportról beszéltünk, fejlesztéseket is már-már említettük. Sportos fejlesztések is történtek a 2018-as évben, elég, hogyha a Túrozsáki úton lévő szabadidőközpontra gondolunk, ahol azt hiszem, hogy szintén egy olyan közösségi tér is alakult a város részben. Igen, és én úgy érzem, hogy talán szimbolikus is, hogy egy adott esztendőbe készül el az új stadion, a stadion körül a sóstó megmentése, kettő között egy fitness játszótér és egy játszótér létrehozásával, egy új stégrendszer kialakításával, egy közösségi tér. Maga ugye a stadion mind egy 21. századi UEFA 4-es licenszeknek megfelelő létesítmény, ami nyilvánvalóan alapvetően az élsportot szolgálja, és nyilván azokat a szurkolókat, akik szerencsére az első három mérkőzésen is nagy számban látogattak ki a stadionba megnézni a Vidi utolsó őszi mérkőzéseit. De ezzel párhuzamosan egy sportolásra, a mondjuk úgy, a szabadidős sportra alkalmas új közösségi tér pedig létrejött a Túrozsáki úton. Én úgy gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. És egy dolog, hogy én így gondolom, nagyon jól látni, és azt gondolom, igazán ez a fontos, hogy szinte nincs olyan időszaka az évnek, amikor a Túrozsáki úton ne látnánk fiatalabbakat, vagy idősebbeket, vagy kifejezetten gyerekeket sportolni, legyen az kosárlabda, legyen az foci, egy kis kézilabda, vagy adott esetben a futópályán éppen a köröket róni, vagy közben egyébként a gyerekek a játszótéren játszanak, vagy éppen használják a fitness játszóteret a fiatalok. Tehát, hogy egy valóban közösségi tér jött létre. Látom otthon a gyermekeken is, hogy egyszerűen csak lemennek, mint régen mi a grundra egyet, hogy úgyis lesz ott ismerős, és lehet kivel egyet focizni, vagy egyet kosarazni, és azt hiszem, hogy ez valahogy így van jól, nem elfelejtve, hogy ugye ráadásul azt a létesítményt ingyen lehet használni, mint általában ezeket a közösségi tereket a városban, tehát tényleg igaz, hogy aki szeretne sportolni, annak csak annyi dolga van, hogy vegyen egy futócipőt, adott esetben egy sportolásra alkalmas ruházatot, és már mehet is lehet a térre sportolni, egyet futni, kocogni, egyet mozogni. És ez nem anyagi kérdés, tehát azt gondolom, hogy ez is egyébként beépült szinte a szociális rendszerünk részeként abba a szolidaritási közösségbe, amiből azt hiszem, hogy mindenki tud profitálni, mert nem a saját és családjának az anyagi lehetőségeitől függ az, hogy ő egyébként tud-e sportolni, vagy a gyereke tud-e sportolni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként szeretnénk ezt folytatni 2019-ben, hiszen a palotavárosi tavak környékén elindul
egy nagy fejlesztés, és annak az egyik első üteme az éppen egy ilyen sportterület kialakítása lesz. Egyébként ezt a két sportterületet éppen Európai Uniós forrásból tudjuk megvalósítani, és mondjuk például a stadiont kormányzati forrásból, és vannak olyan saját erős beruházások, ami pedig az önkormányzati támogatás adja pénzügyi hátterét. Tehát ez is látszik, hogy ezeket a forrásokat ügyesen jól össze lehet hangolni, és így lehet kialakítani azt, amit szeretnénk is elérni, hogy minden egyes városrészben legyen ilyen közösségi tér, és legyen sportolásra, mozgásra alkalmas tér is. Nem elfelejtve, hogy ennek egyébként utána egy nagyon komoly városüzemeltetési feladatrendszere is van, amit meg azt gondolom, hogy a városgondnokság nagyon magas szinten lát el, miközben nem könnyű, hiszen nyilván ennek van munkaerőigénye, van eszközigénye, folyamatosan nő a zöld terület aránya a városban, ami szükséges, de aznak a másik oldalon van egy üzemeltetési feladatokban megnyilvánuló bővülése. És ezért nagyon fontos, hogy miközben ezek a fejlesztések vannak, miközben üzemeltetjük ezeket, közben egyébként mondjuk egyre virágosabb, zöldebb a város, amiért egyébként mindenfajta elismerést, díjat kapott a város, az önkormányzat, a városgondnokság szerencsére 2018-ban is. Szerintem illő így az év végén megköszönni mindenkinek, aki akár a fejlesztések lebonyolításában, akár a város üzemeltetésében ellátta azokat a feladatokat, amelyek nem mindig látványosak, viszont alapvetően szükségesek ahhoz, hogy a város fejlődjön, de mellette úgy fejlődjön, hogy tiszta legyen, hogy használhatóak legyenek ezek a létesítmények, és ne csak ma, hanem majd 3-4-5 esztendő múlva is. Ugye a város üzemeltetést említette, és a stadion kapcsán már vannak valami tapasztalatok, ott azért voltak felmerülő kérdések. Igen, hát nyilván azért még becsült költségeink vannak, igaz, hogy becsült bevételeink is. Én úgy látom, vagy azt jelzik nekünk az üzemeltetők, hogy a város a tulajdonos, és a város egyik cége az alapvetően az üzemeltetési feladatokat ellátó társaság, hogy körülbelül 400 millió forint körül lesz az éves üzemeltetése, és ugye a Vidivel, a Fejvár FC Kft-vel kötöttünk egy, azt gondolom, hogy nagyon korrekt megállapodást. Összességében én úgy érzem, hogy ez olyan 250-300 millió forintos bevételhez fogja juttatni az önkormányzatot, és a hiányzó összegnek már a nagy része az első esztendőben is különböző rendezvénybevételekből be fog jönni. Tehát szerintem már az első teljes esztendőben is kevesebbet fogunk költeni egy jóval modernebb új létesítményre, mint a régi stadionra költött az önkormányzat, akkor körülbelül olyan 120 millió forintot kellett a városnak ehhez hozzátenni. Szerintem az első évben már ez kevesebb lesz az új stadionnál, és én úgy látom, hogy az első egy-két év után az is elérhető, hogy nullszaldós legyen, vagy adott esetben a stadion pluszt termeljen a város számára. Nyilván ez rendezvények kellenek, de hát november közepe és december vége között 21 rendezvényt tartanak a stadionba, plusz 3 labdarúgó mérkőzés. Tehát több mint 30 rendezvény kerül megtartásra. Ennek jelentős része egyébként fizetős rendezvény, amelyik bevételt hoz az üzemeltetés vonatkozásában. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy olyan szépen alakuló konstrukció. Nyilván léteznek még gyerekbetegségek, nyilván vannak még garanciális igényeink a kivitelező irányába, még a kötbér vonatkozásában, hiszen késedelem volt, meg kell tudni állapodni 2019-ben, és ezzel párhuzamosan nézni az üzemeltetési kérdéseket, de én úgy érzem, hogy nem alakul rosszul, nem elfelejtve, hogy egyébként 2020-ban van az önkormányzatnak egy jogosítványa, hogyha negatív lenne ez a szaldó, akkor mi a klub irányába ezt részben elszámolhatjuk, részben a szerződés módosítható. Tehát én úgy gondolom, hogy biztonságban van a tekintetben is a város. Nem, még egyszer nem elfelejtve, hogy közben pedig egy olyan közösségi tér jött létre, ahol több száz főre lehet rendezvényt tartani, koncertet lehetett benne a szimfonikus zenekarnak tartani, a gyermekotthon gyerekei számára egy nagyon szép és egyébként egy család felajánlásából induló délutáni programot tudtunk oda varázsolni. Céges programok vannak ebben a létesítményben, a Fehérvár estéje egyébként most ott lesz legalábbis egyszer, aztán majd persze lehet, hogy visszatérünk a Magyar Királyba, még nyilván egy gyönyörű keretet, helyszínt adott ennek a szép rendezvénynek. Tehát szükség volt egy ilyen létesítményre, és a 21. században ezek a létesítmények multifunkcionális jellegüket tekintve alapvetően igazán fő közösségi terek, ahol összejönnek az emberek, találkoznak egymással a barátok, ismerősök, és közben jól érzik magukat, legyen az éppen egy sportesemény, vagy legyen adott esetben éppen egy koncert.
Arról nem is beszélve, hogy a Vidi is nagyon szép évet futott ebben az esztendőben, bajnoki címmel, a nagyon szép nemzetközi kupa szereplése, és ugye ezt most vasárnap sikerült, múlt hét vasárnap megkoronázni még a Fradi ellen egy győzelembe. Tehát ez is kell ahhoz, hogy ebben a stadionban valóban olyan rendezvényeket és olyan nézőszámmal tudjunk tartani, ami a bevételi oldalát is tudja ennek rendezni, nem elfelejtve, hogy egyébként a jegy- és bérletbevételből is részesül az önkormányzat. Említette ugye, hogy rendezvényeket is lehetett tartani, szimfonikus zenekar is ugye fellépett, stadionnyitány kapcsán, hogyha a hangversenyre gondolunk, akkor egy kicsit a szimfonikus zenekar, mint önálló intézmény, hogy muzsikál. Azt hiszem, hogy jogos kérdés, hiszen néhány évvel ezelőtt született meg ez a döntés. Most már talán bizonyított a csapat. Igen, én úgy gondolom, hogy helyes döntés volt, ez bizonyította be ez a néhány esztendő, nem elfelejtve, hogy ennek nagyon szép hagyományai vannak a városban, hiszen szerencsére régóta van zenekarunk, de a zenekarunk sokáig a színházon belül volt, annak mondjuk úgy, hogy egy ága, művészeti ága. Úgy gondoltuk, hogy a továbbfejlődéséhez szükség van arra, hogy önálló intézményi formában működjön tovább, és azt hiszem, hogy ez a döntés ez beigazolódott, hiszen jelentősen nő a nézőszám, jelentősen nő a koncertek száma, ebből fakadóan egyébként a saját bevétel, hozzátéve, hogy itt az önkormányzati kiadás is, mondanák a pénzügyes kollégák, hogyha itt ülnének, és elindult a minősítése a zenekarnak. Ez azt jelenti, hogy be fog kerülni annak a néhány zenekarnak nagyon szűk klubjába és körébe, amelyik a legmagasabb színvonalat képviselve a legmagasabb minősítés, szakmai minősítési szinten rendelkeznek. Ez tavaszra meg fog történni, minden feltételnek egyébként zenekarunk már megfelel, és ez azért nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy 2020-tól már belép az állami támogatás, mégpedig egy elég nagy és komoly nagyságrendű állami támogatás, ami részben nyilván tudja tehermentesíteni az önkormányzatot, részben pedig megint csak lehetőséget ad a továbbfejlődésre, a továbbfejlesztésre. Szeretnénk előrelépni egyébként ebben a vonatkozásban már 19-ben is, hiszen több főállású zenésze lesz a zenekarnak, hogy az állandóságot próbáljuk szám szerint is egyébként növelni. És miután ez egy jó példa volt, ezért mertünk bele vágni még egy kulturális intézménynek az alapításába. Csak nem a Balettszínházba. Balettszínházba, amire úgy érezzük, hogy egy dolog, hogy szerintünk volt igény, most már az élet bizonyítja, hogy volt igény, hiszen az idei nagy bemutatójuk az a Diótörő, itt az adventi időszakban ez 7 teljes előadást élt meg teltházasan, és csak azért 7-et, mert ennyit tudtunk a színházban időpontot biztosítani, de egyébként ez 10-12-15 előadás lett volna, valószínűleg arra is pár óra vagy pár nap alatt elkapkodták volna a jegyeket. Tehát látszik, hogy erre a kulturális elemre is igény volt a városban. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy a 21. század városa az nem elképzelhető olyan helyek, programok, események nélkül, amelyek az emberek számára biztosítják, hogy a különböző kulturális programokban, rendezvényekben megkapják azt, amit más nagyvárosokban megkapnak. Tehát azt fogja eldönteni, hogy ennek a városnak is a sikerességét is a következő évtizedekben, hogy milyen az életminőség, milyenek a körülmények, mit tud csinálni egy család, amikor az anya és az apa nem dolgozik, hanem a gyerekeivel mondjuk eldönti, hogy akkor most csináljunk valami programot. Akkor mennyiféle program lehetőségből választhatnak. És ebben a sport és a kulturális élet, mint két kiemelkedően fontos terület, ott kell, hogy legyen. Ráadásul közösségépítő, lokálpatrióta, tudatot növelő, és ebben az volt a cél, hogy minden kulturális ágban ott legyünk. Ugye ez még egy dologgal fog bővülni, a Gárdonyi felújítása után szeretnénk egy bábszínházat, a kifejezetten a legkisebbeknek. Operánk nem lesz, tehát az túl nagy falat lenne, úgyhogy, de azon kívül azt gondolom, hogy minden. És egyébként, hogyha megnézzük ezt, hogy egy nagyon jó színházunk van, zenekarunk és balettszínházunk, és ehhez hozzájön a bábszínház, akkor a legszűkebb nagyvárosi körbe tartozunk, tehát ez pár nagyváros fog rendelkezni ezzel a portfólióval. Fontos lenne hozzátenni persze egy olyan hangversenytermet, zenetermet, tánctermet, ami kicsit ilyen második színházként tudna funkcionálni, de hát ezen is dolgozunk, és bízom benne, hogy
következő években el tudjuk érni, és az államfele egy nagyon jó érv, hogy a város, az önkormányzat az igenis saját maga is tesz azért, hogy ezek a kulturális közösségek létrejöjjenek. Nem nagyon tudok a magyar városról, amik az elmúlt években kulturális intézményeket hozott volna létre. Mi hoztunk létre múzeumot ugye a játékmúzeum vonatkozásában, aztán a szimfonikus zenekar tekintetében, most a balettszínház tekintetében, és aztán jön a bárszínház. Én azt hiszem, hogy egyértelműen joggal mondhatja a város, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a kulturális élete is színesedjen. Egyébként szó szerint is, hiszen a balettszínházban nagyon sok a külföldi táncos, nagyon jó látni a 5-6 országból érkezett fiatalokat, akik egyébként nagyon jól érzik itt magukat, nagyon befogadó közösséget találtak, azt mondják, hogy máshonnan érkezve, máshol nem is tapasztalták még azt a kedvességet, szeretetet, amit itt kapnak. Egyébként ez fontos elmondani, mert néha nem így gondolunk magunkra, de ők ugye úgymond kívülről érkezvén látnak bennünket, és csak jókat hallok arról, hogy a városban hogy érzik magukat, és hogy milyen befogadó közösséget találtak, és ez nem csak a közönségre igaz, hanem a mindennapok szintjén is nagyon kedvesek velük az emberek, és ezt mindig elmondják, és egyébként most általam ezt most köszönik is. És akkor nyilván mi mindig azt gondoljuk, hogy természetes, hogy Fehérvár ennyire tele van élettel, de hogyha végignézzük a januártól decemberig terjedő időszakot, akkor nem nagyon van most már olyan pont, amikor a belváros például ne nyüzsögne, ne lennének nagy rendezvények, ne lennének nagy fesztiválok. Azt hiszem, hogy tényleg januártól decemberig most már tele van a naptár. Igen, mert én még látok egy pici hiányt, de a következő években azt is be fogjuk tölteni, mert hogy láthatólag van rá igény, és ami nagyon jó hatást jelent ebből fakadó, hogy nem csak azt jelenti, hogy amikor programban sokan vannak a belvárosba, hanem ezáltal az emberek annyira visszaszoktak a belvárosba, hogy amikor éppen nincs rendezvény, nincs program, akkor is jönnek egyet sétálni, jönnek egyet beülni a kávézókba, éttermekbe, a cukrászdákba, vagy adott esetben, ha már jobb az idő, akkor a teraszokon végignéz az ember, és tényleg örül a szíve, hogy elértük azt, hogy teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, az emberek egyszerűen bent vannak a belvárosba, a nyárra sem ürül ki a város, pedig hát azért ez Fehérvárra egyáltalán nem volt jellemző, hiszen nagyon sokszor, amikor szinte beköszöntött a nyári szünet, akkor onnantól kezdve a város egészen augusztus közepéig, végéig kiürült, ez szerencsére már nincs így, és hát azt látjuk az idegenforgalmi adatokon is, hogy jelentős mértékben, tehát 10-15-20%-kal nő évente a turista szám a városban, és elértük azt, hogy miközben belépett új szállodai kapacitás, közben összességében már azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a következő években tovább bővíteni, mert láthatólag van rá igény. Nyilván ez azt is jelenti, hogy önmagában a belföldi turizmus növekszik, hiszen szerencsére a növekedés, a gazdasági növekedés a bérekre is jó hatást gyakorol, de emellett a külföldiek, az ide érkező külföldiek száma is jelentősen nő, legyen az sportrendezvény, kulturális rendezvény, és én úgy gondolom, hogy a város tényleg nagyon sok mindenre büszke lehet, saját történelmére, az épített környezetére, a csodálatos barokk belvárosra, de most ez ki fog egészülni, azt hiszem a Sóstóval, mint egy csodálatos kiránduló helyjel, ugye aztán jön a Palotaváros környéki nagy környezetvédelmi fejlesztés, tehát hogy van mit megmutatnunk, itt a Velencei tó, itt van a Balaton, minden a közelben, szerintem ez egy nagyon jó adottságokkal rendelkező város. Az elmúlt évtizedekben a turisztika tekintetében szerintem nem használta ki azt, ami lehetőségként itt van, pedig egy nagyon erős ipar mellett ez egy nagyon fontos gazdasági ága lehet, azt gondolom, hogy a következő évtizedek Fehérvárjának. Nagyon erős ipar és a gazdasági potenciál az mindig szóba szokott kerülni. Duális képzésben mondhatjuk azt talán, hogy erősítettünk, elindult az innováció irányába is a város. Hogyan értékeli ebből a tekintetből a 2018-as évet? Hát egy nagyon fontos év volt megint abban a vonatkozásban, hogy szerencsére rengeteg gazdasági fejlesztés, beruházás történt a városban, sőt nem történt, hanem zajlik is, hiszen nyilván ezeknek egyike, másika elindul egy évbe, és a következő évbe fog befejeződni. És én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy számunkra a legfontosabb visszaigazolás, amikor azok a gazdasági szereplők döntenek új beruházás Fehérváron történő megvalósítása mellett, akik már régóta itt vannak, mert ott nem megint megelőlegezett bizalom van, nem azért
jönnek önmagában, mert az államtól vagy a várostól olyan támogatást kaptak volna, hanem azért jönnek, mert ők már itt egyébként pontosan tudják, hogy mit fognak kapni. Ezért mindig fontos elmondanunk, hogy elsősorban azoknak az embereknek tartozunk köszönettel, akik ebben a gazdaságban, ebben az iparban dolgoznak, hiszen az ő munkájuk, szorgalmuk, elkötelezettségük eredménye az, hogy az ő munkáltatóik vagy azok tulajdonosai azt a döntést hozzák, hogy egyébként egy világpiaci versenyben Fehérvárra hoznak adott beruházást, fejlesztést. Ez mindenképpen fontos eredmény. És fontos eredmény, hogy folyamatosan nő a magas hozzáadott érték munka aránya, ami nyilván magasabb jövedelmeket is jelenthet, és ezt azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a jövedelmek folyamatosan emelkedjenek, és emellett pedig új technológiák jelenjenek meg a városban. Ugye itt a robottechnológia, az automatizálás rendkívül nagymértékű és gyorsul, tehát látszik, hogy ez a következő évek egyik legnagyobb kihívása. Különösen azt gondolom, hogy a munkaerő tekintetében, és ez igaz a ma diákjaira, fiataljaira, ezért fontos az Alba Innovár 1, de igaz a mostani felsőoktatásra, ezért fontos a duális képzés és az új robotika tanszék és labor kialakítása az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán, mondjuk ezt az Alba Innovár 2-nek, és ezért lesz fontos az, és szeretnénk ezt 19-ben elindítani, hogy legyen egy felnőtt képzési központ az Alba Innovárhoz kapcsolódóan, az pedig gyakorlatilag a három lesz, és ezzel párhuzamosan pedig a civil központban, vagy a gyerekkori nevén a technika házában, pedig ugye egy természettudományos laborrendszer és központ alakul ki egyfajta élmény pedagógia tekintetében, és ezek azért nagyon-nagyon fontosak, meg kifejezetten arra készítik föl nem csak a fiatalokat, nem csak a gyerekeinket, hanem a ma munkavállalóit is, hogy milyen lesz 10-15-20 év múlva az elvárás velük szembe. És ez egy nagy kihívás, társadalmi hatásai is lesznek, ezt is azt gondolom, hogy értékelni kell. Nyilván látszik az infrastruktúrára gyakorolt hatása, elég csak mondjuk azt gondolom, hogy a közlekedést tekinteni, ezért nagyon fontos, hogy a közlekedésben kapacitásbővítés legyen, tehát új utak, új csomópontok legyenek, csomópontokat próbáljuk megnövelni, hogy az áteresztő képességet tudjuk növelni. Ez mind-mind összefügg azzal, hogy ne csak ma mondhassuk el azt a tényadatot és tényleg ténykérdést, hogy Fehérvár egy nagyon-nagyon fontos és erős városa, nem csak a magyar gazdaságnak, hanem a közép-európai gazdaságnak is, tehát el kell érnünk, hogy ez 10-15-20 év múlva is így legyen, azért pedig ma kell bizonyos dolgokat megtennünk. Akkor mondhatjuk azt, hogy lesz feladat bőven, ahogy eddig is volt a jövő évben is. Nem fogunk unatkozni 2019-ben sem. Mit csinál karácsonykor a polgármester? Családjával van, és szerintem ugyanazt, mint rengeteg család, hogy várjuk a Jézuskát, aztán amikor a csengő megszólal, és Jézuska megérkezik, akkor a gyerekekkel együtt, illetve kicsit bővebb is lesz a karácsony család vonatkozásában, hiszen a nagyszülők egy része is ott lesz, másik része majd 25-én. Ugyanúgy nyilván nézzük majd leginkább a gyerekek boldogságát, hát nyilván a nagyokra is igaz az Emma, meg hát nyilván különösen vágya így nem egészen 7 évesként a Jézuskát, és hogy mi van a fa alatt, utána pedig nyilván együttlét, finom ételekkel, jó beszélgetésekkel, aztán a következő napok pedig a család minden tagjával, a szűk baráti körrel eltöltött, remélem néhány kellemes napot fog jelenteni, sok pihenéssel, és hát ezt kívánom mindenkinek, hogy tényleg a karácsony, és egyetlen a karácsony időszak, a két ünnep közötti időszak, talán az évben most már az egyetlen olyan időszak, amikor ha nem is leáll az élet, de azért tényleg jelentősen lelassul, hogy lassítsuk le egy kicsit magunkat is, és tényleg foglalkozunk azzal, ami a legfontosabb, a szeretteinkkel, egy kis feltöltődéssel beszélgessünk, mosolyogjunk nagyon sokat, és ha ez így lesz, akkor azt gondolom, hogy a karácsony legfontosabb üzenetét azt megértettük. Nyilván, aki a hitéleti részét is vallja, az pedig azt gondolom, hogy tényleg végképp a legszebb ünnepek egyikére készül egy éjféli misérvel, ami mindig azt hiszem, hogy gyönyörű, vagy adott esetben azokkal a játékokkal, amelyek ez az ünnepkörhöz hozzákapcsolódnak. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm az egész éves munkát, erőfeszítést, közösségi programon való részvételt mindenkinek, és hát tényleg sok-sok mosolyt és sok-sok szeretetet kívánok a következő napokra, és áldott békés karácsony ünnepeket mindenkinek, aztán hát pedig belecsapunk az új esztendőbe, amihez aztán sok-sok boldogságot és egészségben, szeretetben, mosolyban gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek 2019-ben, nem elfelejtve, hogy az a legfontosabb a város életében, hogy közösségként tudjunk egyre boldogabbak és egyre összetartóbbak lenni. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban.